Helyi Devils motoros klub tagjai télapónak öltözve kétkerekű járgányaikon meglepték a legkisebbjeinket. Délelőtt 10 órakor a Torontálvásárhelyi Kolibri óvodába látogatták meg a gyerekeket, boldog új évet és karácsonyt köszöntve. Az óvónők napokkal, hetekkel előbb felkészítették a gyerekeket az eseményre. Versekkel, énekszóval köszönték meg a gyerekek a télapók szeretetét az óvoda nagy termében. Tehát mai napon várva-várva megérkeztek a gyerekekhez a motorosok, amit már a harmadik éve hagyományosan mindig betartják az ígéretüket, meglepik a gyerekeket, és csomagokat osztottak az idén, igen nagy csomagokat, utána megnéztük a motorokat is, a motorokban nagy meglepetés volt, a táskájukban, hogy lássuk is, csokoládék is, cukrok, amit legjobb meglepetés ez nekik, ugye? És remélem, hogy jövőre is gondolnak mindig ránk is, és ezzel megköszönném nekik is, hogy minden évben gondolnak ránk, és meglepik a kedves gyereküket, mert ilyen meglepetés nem minden községben lehet ugye, látni is. Ezzel megköszönném, és kívánom nekik is kellemes karácsonyi ünnepöket, és hogy továbbra is fönt maradjanak a motorosok, és segítsenek a gyerekeknek, ahogy bírnak is. A klub tagjai újra motorra pattantak, egy nagyobb kört tettek, majd az Őrlángi Játszóházba örvendeztették meg a kicsiket. Az Őrlángi Játszóházban első alkalommal jártak a motoros télapók. A karácsony megelőzően a motoros télapók újra ellátogattak a helyi óvodákban, előbb a Kolibri óvodában, majd az Őrlángi Játszóházba. Nehéz volt megszervezni a mai akciót, nyilván az időjárás is kicsit megnehezített a télapók közlekedését. Igen, ez így igaz, hogy mondjuk az időjárás nem járt éppen kedvünkbe, de a szervezés persze azt mindig teli szívvel csináljuk, és alig várjuk már most jóformán, alig várjuk a jövő karácsonyt, mert hát ugye a gyerekeket boldoggá tesszük, már ugye hagyományosan. Tehát kis szerény csomagot hoztottatok szét. Igen, igen. Csomagot is hoztunk, édességek vannak, motorokkal jöttünk persze. Igen, igaz, egy kicsit nehézkés volt az út, de ideértünk. A karácsony megelőzően motoros télapok látogattak a helyi Őrlángi óvodába, első alkalommal jártak itt. A gyerekek már várták a télapókat? Hát a gyerekek hallották, hogy járnak a motoros Mikulások, úgyhogy nagyon izgatottak voltak, de nem voltak biztosak abban, hogy jönni fognak-e, és törekedtek, hogy jók legyenek, mert hogy a jó gyerekekhez jár a télapók. És kis műsorral is kedveskedtek. Hát elénekeltük a karácsonyi dalt, meg a Mikulás dalt, amit begyakoroltak a gyerekek. Verset az idén nem készítettünk a Mikulásnak. Mit kell tudni az Őrlángén óvoda csoportjairól? Tehát itt 3-5 éves korú gyermekek vannak? Hányan vannak összesen? 28 gyerek van az idén. Annyi, hogy az idén ilyen himlő járvány miatt nagyon kevés gyerek van mostan karácsonyra, úgyhogy pillanatnyilag 9 gyerek van az óvodában. 2,5 évtől 5 évig járnak a gyerekek a mi óvodánkban. És lassan közeleg a fél év vége, pontosan mikor? Hát pénteken 21-én lesz az utolsó munkanapunk, és aztán január 15-én várjuk vissza a gyerekeket. Hála a motoros adományozóknak, az idén is mindenkinek jutott csomag, és ennek főként a gyerekek örültek a legjobban.
Mindenki fényképezkedhetett is a motoros télapókkal, és egészen közelről megcsodálhatták a csodamasinákat, sőt még fel is ülhettek rá.